Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Következik a Telekom Veszprém második felkészülési mérkőzés a Tatabánya ellen is, de akkor irányítóban, hiszen akkor volt még Deszka, és ő kezdett, Remili első lövése Radovanovicstól a Nekcse kapujában. És három passz még, mutatják a játékvezetők, hogy passzív, ez csemege volt Rodrigo Corralesnek. Azért ebben a fázisban, amiben vannak a csapatok, még egy nagyon korai fázis ez az edzőmérkőzésnek az időpontja. Ilyenkor még a lövéspontosság. És lent volt nyilván egy balkezes szélső a jobb oldalon. Corralesnek megvan ez is, de viszont a Veszprémé. Gál Márgucs kezéről pattant ki a labda az oldalvonalon túlra. Remili. Egy az egyben, sőt egy a kettőben játszotta volna a labdát Máéhoz. Nincs ítélet, ezzel pedig mehet Gál Márgucs. Corralesnek kell zicsert fognia, de ezt nem tudja megtenni. Úgyhogy Gál Márgucs szerzi a mérkőzés második gólját, 2-0. Ugyanannyira hasonlít a két testvére egymásra, csak más színű mezben van szerencsére, mert abszolút összetéveszthetőek lennének. A kettes védőt magára húzta. És Málbek nagyon simán le tudta húzni ezt a labdát, és akkor Gáspár Márgucs zicsere. Gól. Csak úgy, mint a testvérnek a túloldalon. Hát komoly vezére volt a csapatnak. Élderá lövése sincs, fizikai felkészítés is. Kondi, ez pedig már egy második helyzete. Hát ilyenkor szokták megalapozni az egész. És ugye Fabregas személyében egy fantasztikus védőjátékos is érkezett a csapathoz, miközben ez egy zicser a balszéről. Első negyeddöntő mérkőzés a BL-ben. Jó passz ez most Pesmálbeknek, zicser, és ez már bent van, bár ehhez is hozzá Radovanovic, de Dragan Pesmálbek első gól. Egyelőre a hangulat még nem olyan, mint egy BL mérkőzésen vagy egy bajnoki rangadón. Nagyjából félház lehet, hogy inkább. Úgyhogy annyira lehet látni, hogy Remili megpróbál minden játékosának olyan, amiből nagyon-nagyon jól tud lőni, betörni, mind Remilinek, mind Sandalnak. Ezt a labdát is elszórta sajnos Nedim Remili, Jatic pedig futhat közés elején, és az időkérés utáni elsőt Márgucs. És bent is van az első 7 méterese a mérkőzésen Gáspár Márgucsnak. Utána kétszer megcsinálta ezt a Barcelonával is. Jatic passzívnál szépen húzta fel a bal felsőbe, ment a sánc. Indul Pesmálbek, ezt a labdát viszont nem ő kapná, hanem Sandel kis szerencsével eljut hozzá, Sandel zicserben. És a Veszprémnek, hogy ezt nem egyszerű átlőni. Bocsánat, az első támadást nagyon szépen hatástalanították is, és akkor megvan Kentenmai. És hát Koszorotov az az átlövő játékos, aki tényleg a klasszik átlövő. A első lövése bepattan a kapus kezéről. Cohen lábáról jött le a labda, aztán a lövés Casadótól, az sem pontos. Sandelnél most azért úgy meg szeretnék mutatni, hogy ők valójában mit is tudnak. Kál Márgucsnak is nagyon szerette volna Máé és Casadó. Szerepe az a tért tudott nyerni. Belőtte a 7 méterest. Sandel és Casadó. Fabregas mellett nagyon nehéz labdához jutni, Casadó pedig egy lerohanás után és szerzi meg a második gólját. Abszolút, csak hát váltott védekezést a Veszprém, és hát emberanyagban is volt változás. Fabregas aztán a lerohanás után. Sandel kivette az átlövőt. Máé bejátsz a Fabregasnak, akkor még egy zicser, és ez már gól. Ludovic Fabregas kettőt egymás után azért nem szokott elrontani. Különbség Rasmus Laugéhoz képest. Például így, Koszorotov. Na valami ilyesmit várunk majd tőle. És hát van még egy nagyon jó ismerőse, Sterbi Kárpád. Így van. Aki még akkor a Barcelonában védett, és Bioszka volt a harmadik számú kapusuk. Vajlupau a lerohanás végén, és azért egy jelentős javulás állt be a Veszprém játékába itt az elmúlt 10 labdát szerezni ott támadóként. Vajlupau, viszont sajnos kimarad, visszapattan Vajlupauhoz, már vonalon volt. Másik kapus megsérül esetleg, vagy valami miatt nem állhat a rendelkezésre. Azt hiszem, hogy nem kapott még gólt Bioszka. Vajlupau. Harmadik gólja Nikita Vajlupaunak, és ezzel a mezőny legeredményesebb, úgyhogy nem is kellett hozzáérnie. Vajlupau megint mehet, zicsert lőhet ismét, de ez most kimarad. Oda teszi Remilinek a labdát, igen. Aztán gyönyörűen húzza le a jobb szélre. Vajlupau, az sincsen bent. Csár kezdi érezni Vajlupau lövéseit. Koszorotov, megint Vajlupau, rengeteget van játékban, és ezt most szépen oldja meg, úgyhogy megvan a negyedik gólja, de lehetne akár ez már 8 is. Igen, most Koszorotov a kettes védő, jobb kettes. És akkor itt az első gól, amit kap Szió Bioszka. Van még bőfél perc, Koszorotov, ez így zicser, és csak úgy szépen bepöttyinti a labdát, hogy nagyot lőni, és valószínűleg jobb is, hogy nem lőtt nagyot, nehogy kilője esetleg ott Csárt. Schaffhausentől érkezett Lengyelországba Bioszka, szép lövés volt, szépen. És akkor itt az első félidő vége. Sokáig 15-9 volt az állás, illetve nem 15, hanem valamennyi 9. Szokott előfordulni, ez pedig egy támadó hiba, úgyhogy
nem kezdi jól az első támadással a második fél időt a Veszprém, Gál Márgucs. Maé lövi a 7 méterest a kapuba, ugye lőtt már egyébként gólt. Remili, Fabregas, nem kérdés, hogy megfogja a labdát, és lövi, ugye volt azért egy nagyon ikonikus átlövő. És ennek olyan motiváltan nyilatkozott, hogy... Márgucs középen Fabregas, megint zicsert lőhet Fabregas, ezt most már belövi. Három gólos, Ludovic Fabregas, ugye volt azért neki példa 7 méterese büntető párbajban. Ott pedig már nem szabad bántani. Nyer a távozókról is, azért így részletesebben is átlövés gólja az első neki. Rasmus Lauge Silkeborgba igazolt amolyan vezetésképpen, de azért ott akár még nagy. Viszont védeni nem tud. Vette a támaszkodó lába mellett a labdát a fiatalabbik Márgucs. Koszorotov. Szép gól Koszorotovtól, megint a szaggatotton egy picit Moszlavachoz. Végül is nagy nehezen, de kialakították a helyzetet. Lovro Jotic teszi át majd a székhelyét Kielbe. Koszorotov. Szép gól ez is. Remili. Koszorotov. Ott már nem bántják, ő viszont beledobja a labdát. Egyébként kettőt lőtt a tatabányának Koszorotov. Az egy válasz volt. Casado. Visszateszi a labdát Koszorotov, megint zicserben ezt már belövi. Jól működik ez a játék azért, ahogy Casado leosztja Koszorotovnak. Többek között az a Marin Jelinic, aki a Pixegedet erősíti már ebben a szezonban. Gólja közben. Casado játsza tovább Remilinek, megint Casado, Koszorotov le a balszére, ott Maé próbálkozhat ismét, és ez az ittszere bent. Tékesített a mérkőzésen, kente Maé. Volt egy lerohanása, meg egy hetese. Maé ugrál előtte. Jotic. Moszlavac szépen kilőtte a bal. Nagy Benedeket azért jól megkínálják itt az első. De Burg otthonában, a Getek arénában. Remili. Végigment, nem nagyon zavarták Nedim Remilit. Talán ezt fogjuk majd egyébként a legélesebb meccseken kevesebbet látni. Benedek olyan lövéseket kap, amilyeneket. Sandel szépen hagyja ott a labdát a honfitársának, aki viszont belelövi a pályára nemrég érkező Kuzmanovics kapusba. Ott is ugye mind a hárman megmutathatják magukat. Hát Benedeknek egyelőre nincs még védése, de hát sorra. Eldera bejátszotta volna Nilssonnak, az pedig így Maé, kipattant a labda. Kente Maé pedig köszönte szépen, összeszedte és belőtte. Pesmálbek és Ligetvári, mert a labdát elvették a Nekcsétől. Vajlupau bentről szedte még össze, és aztán be is pattnak, ellenére is, hogy ugye voltak kihagyott helyzetei. Bemenni, Bakics van lent továbbra is a balszélen. Moszlavac, Nagy Benedek, megvan az első védése. Megpróbálták gyorsan lejátszani a figurát a szerzett labda után. Sandel lépésgyanús volt, amit csinált Pesmálbek, ez a labda pedig ezek szerint nem bentről jött ki. Ez bizony bentről jött ki. Nyugodtan elnézhetjük a horvát Marton cékat. Most kapja a labdát Moszlavac. És aztán csak talált magának egy helyet, ahol el tudta lőni. Lövése a sáncban, ráadásul van induló ember Bakics személyében, aki elkapja a labdát és aztán belövi. Igazából a szándék is elég kevés most a játékosok részéről. Ilyen cameo szerepe volt Nagy Benedeknek, 10 percet játszott Székely Márton. Eldera egysel befele, aztán bejátsza Nilssonnak, aki második szándékból meg tudja fogni, de jól véd Kuzmanovics, sőt jól is indít Márgucs. Nagy Benedek, gyönyörű védés! Benedek megvan az első igazán komoly bravúrja. Ez még a Kuzmanovics féle védés lesz, ez pedig már a Nagy Benedek féle, gyönyörű volt. Maé, Eldera, Maé, ott tiszta helyzet, pihen a labda, Kenten Maé lövése. Maé között. Sandel nem találta a labdát egy pillanatra, így aztán az akció megint góllal végződik. Maé kilépi, leteszi a jobb szélre, Vajlupau zicsere. Sóba Vajlupaunak ugye voltak rontott lövései még az első. Ez a labda megvan a Veszprémnek, 4-2-ben lehet vinni a lerohanást. Eldera átteszi a túloldalra, Vajlupau beálló pozícióból. Megvan a Veszprém, 30. gólja a mérkőzésen. Sandel fogja meg aztán Cohent. Most a lövés, Nagy Benedek. Nagy Benedekében viszont igen. Belkavr, Cohen, ez meg a sáncról pattan be. Nagy Benedek nem tudott mit tenni. Éppen olyanja van, Eldera most ugrik, jön Sandel, megkapta a labdát. Eldera ismét. Most a lövés Elderától, és ez beszédül ott Kuzmanovics lábai között. Belkavre ezt még be tudta ott gyötörni. Nem játsza be egyelőre Nilssonnak. Eldera most viszont megkapja Andreas Nilsson, és akkor az ittszer. Gól a vége, 32-26, van még egy támadás a lehetősége, és ideje a Nekcsének is. Andreas Nilsson pedig góllal fejezi be a mérkőzést. Vein
Cohen fölugrik, ellövi, óriási gólt lő itt. Felkészülési mérkőzését itt a 2023-24-es szezont megelőzően kiszámított, de azért, hogyha összegeznünk kéne, tulajdonképpen pontosan azt vártuk, amit szerettünk volna, nem? Pontosan azt kaptuk, amit szerettünk volna.